Hello, hello, srácok! Szevasztok, üdvözlök mindenkit, csodálatosan szép napot kívánok! Ismét egy újabb, gyönyörűséges hétfő, és egy újabb, gyönyörűséges játék. Szevasz, Fogarasi úr, Gergő, Megton, Kondensz, Károly, Dárt, Leia, üdv, Petra, Andris, Geri, Jézusom, de sokan vagytok, hát köszönöm szépen már így előre is, hogy így sokan ide látogattatok ezen a csodálatos napon. Hát nem hiába, mert ismét egy új kaland fogja kezdetét venni. Mondanom sem kell, hiszen mindenki tudja, hogy hol a menetrend, és mindig figyelitek, ugye, és tudjátok, hogy mikor mi lesz, úgyhogy hát érdekes egy napnak nézünk elébe. Szevasz, miniszter, üdv, magas ember, csőcső mindenkinek, srácok, szevasztok. Na, remélem jól telt a hétvége, aki itt kihagyta a délelőtti streamet, az remélem most tud mesélni, hogy minden rendben, és mindenki kipihente magát, és erővel telve itt várjátok a szeptembert. Gondolom ez különösen érvényes a fiatal nézőkre, akiket várja vissza az oskola, végre újra lehet szocializálódni, tanulni, röbb dolgozatot, témazárót írni, vagy hogy hívják ezeket manapság. Helyes. Nem az eredeti Forresttel fogunk játszani, Effi, hiszen majd jön a második rész, úgyhogy ezt pótolni kell, ezt a gyöngyszemet. De hát erről majd mindjárt beszélünk. Egyébként a fejfájásoknak jobbulást egyébként. Bár most nincs is front, én ma egész normálisan érzem magam. Vagy lehet, hogy van front, csak én nem érzem. Ritka alkalmak egyike, de egészen rendben vagyok testügyileg. Bár ez nem igaz, testügyileg nem vagyok rendben, mert fáj mindenem. Mert írtam Twitteren nektek, hogy hétvégén gokártozni voltam. Nagyon vívódtam, hogy Forma 1-et nézzek, vagy elmenjek gokártozni, bár nem egyébként, mert meglepetés volt a családtól. De hát úgy néz ki, hogy Forma 1-ről nem maradtam le, úgyhogy jól döntöttem, hogy gokártozni mentem egyébként a vidékkal. Hát majd faggassátok ki a videót a történtekről. Kettő dolgot kell tudnotok. Hát egy, a legjobb időt mentem, tehát egy no question. Kivéve volt egy srác, aki ott él, és ő így jegy nélkül ment, gondolom valami karbantartó, így 2 másodperccel vett mindenkit, de őt leszámítva abszolút pole pozíciós időket mentem. Ez a legfontosabb. A második legfontosabb, hogy az egyik futamban 3 körön keresztül üldöztem Avidot, aki nem vette észre, hogy mögötte vagyok 3 körön keresztül, és próbáltam beférni jobb oldalt, bal oldalt. A kék zászló egy fontos dolog a gokart pályán, Avid, ha itt vagy, legközelebb tessék rá figyelni. Majd miután megelőztem, gondoltam, hogy futok egy űridőt, tekintve, hogy 3 körön keresztül beragadtam mögé, kipördültem az egyik kanyarba, túl sok volt, ő pedig gyakorlatilag így teli oldalba nekem ment. De nem fékezett, csak hogy ez egyértelmű, nem. Tehát a fékre rá nem lépett, így telibe oldalt, 90 fokba telibe nekem jött, tehát konkrétan az egész bal oldalam úgy sajog, hogy beszarok, de egyébként nem lett semmi baj. Bosszút állt. Majd nyugodtan az ő verzióját is meg lehet erről hallgatni, de ez konkrétan így történt. De ne aggódjatok, megvannak az időeredmények e-mailben, tehát ha hazudik, akkor elküldöm az időeredményeket, és akkor be lehet bizonyítani mindent. Igen, valakivel össze... Nem tudom, de úgy belém jött oldalra, hogy a fék az... Ő utólag azt mondta, hogy ott már látta, hogy nem lehet megállni, úgyhogy akkor már nem baszakodott a fékkel. Tehát, hogy ha nem tudsz már megállni, meg keresztbe áll egy gokárt a pálya közepén, akkor menjél bele. Tehát, hogy ne lassítsál, akkor már mindegy. De hát utána szólt a déjà vu a fejembe, úgyhogy többet nem ért utol, de... Na hát ez volt az éhétvégém. De a gokártozás egy kiváló dolog, menjetek el egyébként. Melyik pályán voltam? Hát ott a város. VRT karting? Ez nem reklám, nem fizettek. Kifizettem a VRT karting, az. Az? Nem tudom. De valahol Pest szélén van, én nem járok arra, de... Hol van ez? Nem, ez itt bedobta nekem Lengyelországot, úgyhogy nem ez. Valami dupla V van a nevébe. Nem tudom. De ott. Most jól leszűkítettem a kört, nem? De amúgy nagyon faszom volt, nagyon jól éreztem magamat. Nem kell fék. Hát egyébként nem kell fék feltétlenül, igen, ez is igaz a gokártra, de na. Mindegy, ennyit így off-topicként még mindenki megérkezik, mert tudom, időbe jöttem ma, és ez sokatoknak fura lehet. Csak annyi a gáz, igen. Általános szabály, ha vezetés közben vad kerül eléd, nem szabad fékezni, hanem gyorsítani kell. Jogos.
Szia, Avid! Na, ideér, de most már vége a sztorinak, úgyhogy igazából nem tudok erre mit mondani. Ez egy szponzorált stream? Nem, de kösz, hogy mondod, Villa. Srácok, szóljatok rám a mai stream után, ha befejeztük a játékot. Ma tartjuk a Samsung giveaway-t, nyerhettek egy monitort, Génorbi be is írta a parancsot, ott a link, csekkoljátok szarrá a linket, és kisorsolunk ma a stream végén egy monitort közöttetek, úgyhogy szuperságos lesz. Tessenek megnézni minden részletet a stream alatt a leírásban. Mielőtt belevágunk a gyors könyvelést, tudjuk le, Ifta, Lady Passzújleves, Lőrinc Anita, Yuzimam, Nike, Andris, köszönöm szépen a támogatásokat, Rikusnak köszönöm a rédet, üdv nektek, Univerzális, Dino, Szentigör, Kame Daniel, Zsuzsi és Tyap-tyap, nektek is nagyon szépen köszi a supportot. Na de, hát ahogy szoktam volt mondani, miután a VOD csatornán ezt mindenki áttekerte, mehet a játék, srácok, éljünk túl The Forest-ben. Ez már megint egy hülye ötlet volt egyébként, de mindegy. Üdvözlök mindenkit itt a The Forest világában. Hát a játék, amit úgy gondolom, hogy nem kell egyikőtöknek sem bemutatni, hiszen ez az eredeti, az original túlélő játék. Szerintem a legtöbben játszottak vele, de hogyha valaki esetleg nem, akkor arról szól a történet, ahogy a neve is mutatja, hogy egy szerencsétlenség után egy lakatlannak hit szigeten az erdőben túl kell élni. Egyedül fogok játszani, hiszen városi gyerekként megnéztem az összes Bear Grylls sorozatot, szóval tudok mindent a túlélésről, jó? Tehát, hogy bármikor meg tudom inni az összes nedvemet, tudok belőle csinálni fegyvert, már hogy nem a nedveimből, hanem egyéb dolgokból, de a lényeg, hogy túl fogunk élni, mert túl kell élni, és egyesek azt feltételezték, hogy én félni fogok ettől a játéktól, de ez nem igaz, ebben a játékban semmi félelmetes nincsen, csak én és a természet, úgyhogy hölgyek és urak, kezdődjön a The Forest. Az optionsöket már megcsináltam, itt beállítottam, amit kell. Ja, ez nem YouTube-ra megy, csak most már megcsinálok így egy beköszönést, hogy ki tudja, hogy Félix milyen montázsokat fog itt összevágni ebből, úgyhogy legyen meg. Nem horror. Srácok, nagyon fontos, hashtag nem horror. Single player-be fogunk tehát játszani. Nessali Grylls. New game. Normál. Várjatok, itt a bannert vissza kell rakni, az lekerült. Úgy. Hashtag nem horror. Igen. Repülőgép. Én vagyok az. A kaja az olyan, mint mindig a repülőkön. És ott van mellettem a kisfiú. Hogy hívják? Timi? Tomi? Ő azt hiszem a gyerekünk, ugye? Ha jól emlékszek. Én 2017 körül játszottam ezzel utoljára, úgyhogy lesz baj. Ott a könyv. For Timi. Timinek hívják. Timi! Timi túlélő könyve. Timi készült. Hello, this is Kamala. Kezdődik. Erre szokták mondani, hogy ne izguljál, fönn még nem maradt semmi. Au. Ebbe a játékba se fogok látni semmit, mert sötét lesz végig. Ott elvitte valaki Timit? Csak föl kellett volna nézzem, ugye? Ez a sztori. Ott valami kannibál jellegű elvitte Timit. Meg kell menteni a gyerekünket. Na jó. És akkor íme. Drága főszereplőnk, Nessali Grylls egy fél repülőgépben kezdi meg a kalandjait. Meg kell találjuk Timit, a kisfiút.
de először megesszük a maradék kaját. Jobb alul látjátok, van egy éhségméterünk, egy szomjúságméterünk, energiánk, életerőnk, stb. Stb. Itt fölveszünk mindent a repülőgépen, legalábbis úgy emlékszem, hogy ezek ilyen hasznos dolgok. Egyből lootolással kell kezdeni. Ott is van valami pia. A magazin nem tudom a budiról elvinni? Ez mi? Passenger Manifest. Na most elvettük az utas listát, azt hiszem. Na nagyon vágom ezt a játékot, tudom, hogy backseat paradicsom lesz, mert ma mindenki végig játszotta. Én abszolút nem vágom, hogy mi van. Ah, itt a fejszénk, nagyon jó. Hogy kiállította bele a fejszét a stewardessbe, azt nem tudom, de lehet, hogy nem is akarom. Úgy. Jó. Remélem fölvettem mindent. Ha nem vettem föl valami nagyon fontosat, úgy is tudom, hogy visítani fog a chat, bár nem szeretnék kérni backseatet, majd kérek segítséget. Ha a hang meg a grafika, akadás, valami gond van, srácok, szóljatok. Na. Voilà. Ki kell nyissuk a... Aha, arra emlékszem, hogy itt ezeket a bőröndöket ki lehet nyitni. Lehet fölvenni mindent. Kövecskéket, rudacskákat. Kikattintottam a játékból, semmi gond. Lefelé üssé... Haló? Miért kattintok ki a játékból? Az egerem az így eltéved a játékból, egy kicsit érdekes. Nagyon jó. Ez az. Darab kő. Úgy emlékszem, hogy itt több ilyen. Vagy hát úgy emlékeztem, hogy többféle ilyen bőrönd van itt, de most nem látok olyan sokat. Első feladatunk az lenne, hogy kinyissam az összes bőröndöt, abból kilútolunk mindent, aztán majd átnézem, hogy mi van nálam. Meg fölveszek a földről minden szart. Nyugi srácok, mondom, az összes Bear Grylls sorozatot láttam, tehát hogy kizár dolog, hogy ne éljek túl az erdőbe. Azt mondjuk, hogy mitől kattintok ki a játékból, azt nem tudom, ez valami érdekes bug. Tehát itt irányítom az egérrel a most akkor hogy? Nagyon fura. Bocsánat. Folyton lerakja asztalra a játékot. Rand. Haló? Már egyből esik az eső? Az Isten áldjon meg. Az egerem az ez hogy lehet? Na itt valamit meg kell csinálni, mert bugol a játék az egeremmel. Mi volt ez a hang? Hallottátok? Na jó. Jó, ez a játék, ez egy szar így. Bocsánat. Valahogy az egerem az nem marad a játék kijelzőjén belül. Nem ablakos módban van a játék elvileg. Full screenbe vagyok, tehát nem is mehetne ki az egére. Izén. Controls, lehet, hogy a mouse smoothing miatt? Megnézzük így. Remélem, hogy így jó lesz. Bocsánat. Jó. Kövecske. Kövecske. Ilyen szép Gucci táskák. Hű, ez mi? E. Ó, fölvettünk egy másik ruhát. Nézzétek, milyen szép kockás favágó ingem lett. Na hát ez egy jel. Ez egy jel, hogy egy naturális vagyok. Követ már nem tudok fölvenni. Ha jól látom, a legtöbb táskát kilútoltam. Ott egy szék. Ó, és ott a hajó. Aha, arra emlékszem, hogy itt van egy ilyen hajós rész. Ha ott is vannak ilyen táskák. Fasza. Még egy bőrönd. El fogok ázni, aztán meg fog fázni a karakterem. Na viszont most úgy néz ki, hogy nem bugol az egerem végre. És legalább ezt megoldottuk. Pizsomába vagyok, nem inkbe? Az egy ing. Ez milyen bogyó? Ehető? Inkább nem próbálom most ki. Na! Inventory. Itt van a hátizsákunk. Hölgyek és urak. Egyébként jó így a hang? Jó így a grafika? Nem akadunk, jelezzetek. Aha, ez a kikattintós bug nektek is volt. Oké, fasza. Minden pacek. Szuper srácok. Na, akarok csinálni elsőnek egy ilyen jelölőt. Lehet lerakni ilyen jelölőket valahogy. Hát nem tudom, hogy hogy. Damage weapon, bone arrow. Valahogy de azt lehet, hogy nem itt kell csinálni. Hanem van nekem survival guide, oda nézzetek. Itt van minden.
Na várjatok. Arra emlékszem, hogy van egy olyan item, amivel be lehet jelölni pontokat a térképen. Be kéne jelöljem, hogy itt a repülő. Ez az? Nem, ez egy SOS jel. Small traps, furniture. Nekem jelölő kell. Ha valaki tudja, hogy melyik fülnél van a jelölő, azt hiszem Stick Marker a neve. Itt, ez az. Nagyon jó. Ezt itt bejelöljük. Mert itt van a jacht is, az is kelleni fog később, azt hiszem. Tudj, hogy kell lerakni. Ez az. Nagyon jó. Hát az első építményünk, Bear Grylls. Figyeljetek, gyerekek, bazza, a túléléshez az első dolog, hogy feltérképezd a környezeted. Ezért leraktuk ide a sárga jelölőt. Itt a repülőgép, ott egy jacht. Ez még jó lehet később. Így kell. Na, a második dolog, és nagyjából ennyi a forest tudásom, mindig ugyanoda építettem ebbe a játékba, és ahhoz a helyhez mindig a napot kellett követni. Van egy ilyen sziget a játékba, ahol van egy csomó hely építeni, meg ott van egy csomó kaja. Na most azért jó, hogy esik az eső, hogy fogalmam sincs, hogy merről süt a nap. Tehát így oda találni viszonylag nehéz lesz, de elindulok egy irányba, és reménykedek, hogy oda találok. Meg közben így szétvágom a bokrokat. Az akar lenni a nap, szerintetek? Reménykedjünk benne. Na és nagyjából idáig tartott a forrás. Ott egy falu. Kötél. Upazzek, hát itt ingyen van a loot. Aha, na hát ennyit arról, hogy a sziget lakatlan. Ott egy falu. Azt lehet, hogy el kéne kerülni egyelőre. Ja, Istenem. Igen, crackelt játékkal játszok. Hogyne? Persze. Hogy jönnek ezek a hülyeségek? Steam-es verziójával játszom egyébként a játéknak. De nyilván elérhető konzolra, meg mindenre. Bazzek, esik az eső, hát nem látom így, hogy merre kell menni. Igen, a fa árnyékából próbálom kitalálni, hogy jó irányba haladok-e, de gyakorlatilag pont fölöttem van a nap, tehát nem segít ez túlságosan sokat. Nyugi, srácok. Az erdő egy békés hely. Nem kell fosni semmitől. Most megkeressük, hogy hol fogunk letelepedni, srácok. Hogyha nem volt egyértelmű, hogy mit csinálok, keressük a helyet a letelep... Haló? Nagyon szép csontvázas... Aha. Bambi! Na várjatok, a vadászat, Bear Grylls. Csinálni kell egy dárdát. Így van a dárda? Ez dárda vagy bot? Hogy kell eldobni? Figyeljél! Félix, ha ebből montázs lesz, nem erészeld. Jó. Akkor hova dobtam? Ott van, ez az. Jó, ezt engedjük el. Nem lényeg. Ott van. Beszart. Igen, követnem kéne a napot, de szanaszét ázok. Meg kell találjuk a tökéletes helyet. Közben lootolnom is kéne. De minden túlélés alapja egy stabil bázis kiépítése. De ahhoz meg kell találni a tökéletes helyet a bázisnak. Reménykedem, hogy jó felé megyek. Vagy reménykedem, hogy azóta nem változott a játék, mióta én játszottam vele 8 évvel ezelőtt. Biztos, hogy megváltozott, de talán a térkép nem annyira. Azt tudom, hogy egy dombot keresünk, és egy ilyen folyó elágazást. Azt hiszem 2 vagy 3 folyó találkozik ott, ahova én építeni szoktam. Azeg ott is egy falu. Az összes létező... Srácok, most sokan azt hihetitek, hogy eltévedtem. Ez nem így van. De most meg arról jön a nap. Ajaj. A karakterem szomjas, igen, de tudok inni, mert a repülőgépről hoztunk szódát. Igen, de itt víz van.
Ott egy úriember. Semmi, nyugalom. Nem, hőte! Hőte! Visszamenjél! Ez egy lakatlan szik... A kurva élet, legalább kisütött a nap. A bassz meg, már most ott jön utánam a... De itt is van egy fa... De az... Nem ez volt megbeszélve. A bassz meg, ott is ott vannak. Hát akkor bemutatnám mindenkinek a szigetlakókat. Ők ott így nagyon barátságosak általában. Igen. Hol a nap? Az árnyékok most meg pont a másik irányba mutatnak. Szerintem pont rossz irányba jöttem. Ez az első stream, ez arról fog szólni, hogy keresem a spotot, ahol megalapítjuk a bázisunkat. Megpróbálom lerázni, mert nem akarom, hogy tudják, hogy hova megyek. Jöjjenek utánam a rohadékok. Na most pont fölöttem van a nap, ez így nem sokat segít. Valószínűleg arra kell menjek. Aha, na itt már valami lejt. Itt is egy falu, mindenhol ott vannak. Ajjaj, na várjál, ez nem volt benne a tervben. Rohadtul szar irányba jöttem, srácok. Semmi gond. Igen, változik a napszak, ezt jól látjátok. Ahogy azt is, hogy a lehető legrosszabb irányba jöttem. Nyugi, itt nincs senki. Egyébként ezeket ki lehet lootolni, itt szoktak lenni jó cuccok. Vörös festék. Az... Aha. Azt hiszem, hogy a vörös festéktől félnek a kannibálok, de nem biztos. És itt egy rajz. Ott a kis Timinek a rajza. Apuci és egy fegyver. Ja nem, apuci és egy fejsze. Egy nyom. Ez már egy nyom. Nagyon jó. Megtalállak, Timi. Na, akkor most arra van a nap, tehát próbáljuk meg még egyszer a napot követni. Nessali Grills vagyok, professzionális túlélő. És ez az a hely, amit kerestünk. Azt hiszem, hogy jó helyen vagyunk, srácok. Ez az a hely, amit kerestem. Na! Nagyon jó, ott egy nyuszi. Ez az, igen. Te! Hő, te! Visszamenjél! Ne ordibáljál vele, fölhív a kurva életbe, de hogy lehetek ennyire pekhes? Ő, bassza meg! Visszamenjél! Visszament. Ne, hagyjál békén. Hagyjál békén. Mi volt ez? Mi volt ez? Na, jó, nem horror. Nyugi. Jó. Igen, azt hiszem, hogy ha van rajtam festék, akkor nem bántanak, de most azt akarom, hogy ne tudják, hogy hova megyek. Mert azt hiszem, hogy ha megtudják, hogy hol vagyok, akkor folyamatosan oda fognak jönni. Ez az a hely. Na! Hazaértünk. Most ha beleesek a vízbe, lejön a festék, úgyhogy nem kéne. Fasza. Na, itt szoktam én mindig építeni, és ennyit tudok a Forestről. Soha az életben nem haladtam a sztorival sem erre szerintem. Bár azt hiszem, hogy YouTube-on megnéztem egy végigjátszást még annó valami nagy YouTubertől, de az nagyon rég volt. Azt hisz, de akkor még lehet, hogy benne se volt a játék vége. Vagy nem? Nem emlékszem, annyira rég volt, nem emlékszem. Azt tudom, hogy mindig itt építettem, úgyhogy most is itt fogunk építeni. Ez egy békés kis hely. Semmiféle entitás, kannibál, ezt nekünk találták ki. Úgyhogy itt alapít. Oh, hello! Kapták! Fogtam két mat. Az, nézd meg, házhoz jönnek a pofonéra varjak. Ez nagyon jó, nagyon jó. Kiváló. Na, learn the basics of survival. Press B. B. Fölcsapjuk itt a túlélési kiskönyvünket. Igen, Basics of Survival, Step 1, Build a Shelter. Építenünk kell egy házat. Nagyon jó, ott tudunk aludni, meg menteni. Ház. Aha, lehet, hogy ide kicsit be kéne jönni a fák árnyékába. Valahova ide. Itt nem túl stabil a talaj, azt meg kell hagyni, hogy... Nem az igazi a dolog. Így itt. Itt ez gyönyörű.
Hát Bear Grylls komolyan odáig lenne meg vissza. És akkor szedtem már föl köveket, meg botokat. Nagyon jó. Ennem kell valamit, mert éhezem. Snack. Nagyon jó. Egy ilyen mars szeletet egyből beoktojáltunk. Valahogy egy gyors billentyűket is meg kéne csinálni. Aha, egy gyors billentyűvel megeszek véletlen mindent. Hogy lehet azt csinálni? Valahogy bele... Jobb klik. Valahogy rá lehet rakni gyors billentyűre a dolgokat. Ezt berakom ide középre. Ugye? Na, hármas az exem, mindegy, hármas. Na! Kell még 2 darab kő, meg 7 darab fa. Itt a kő az itt van. Ez az. És mielőtt beesteledik, gyorsan ki kéne vágni egy fát. Na. Ezt a mozdulatot jegyezzétek meg a forestben, ezt még olyan 3500-szor kell majd megcsináljuk. Már hogy a favágást, úgyhogy jobb, ha hozzászoktok ehhez. Előbb-utóbb ki fog dőlni, higgyétek el. Bennett, Viki, én vagyok Isti Lili, köszönöm a feliratkozásokat, Potato Harcos, a Csirt, Attila, neked is a feliratkozás, Kacsusz Mami, a giftet és a 17 hónapot, és Krisztina, B. Peti, a donation-t, Rake Division, köszönöm szépen, srácok. Na, esteledik, ha jól látom. Hallod, mennyit kell ütlegelni ebbe a fába, az Isten áldjon meg. Merre dől a fa? Merre dől a fa? Jó, arra. Dől a fa! Úristen, amikor ez a játék megjelent, ez, hogy kidől a fa, emlékeztek? Ez akkora mechanikának számított, hogy Jézusom. Egy survival játék, amiben kidől a fa. Ez zseniális volt, de lehet csak én emlékszem így erre vissza, de hát az ilyen best EU volt, hogy Jézusom, kidől a fa, ha kivágod. Nem az, hogy így eltűnik, tudod, vagy... Ó, itt is vannak ilyen csontváz effigyk. Aha, akkor ez a hely lehet, hogy nem annyira biztonságos, mint ahogy én emlékeztem rá annak idején. Jó. Kell még 3. Egy fából mindig ugyanannyi esik ki, srácok, arra nem emlékszem. Kivágok még egyet gyorsan. Mondjuk itt. Na, megint kezdi az egerem a kitabolást a képernyőből. 4-5 rönk jön a fákból, aha. Köszi. Az a baj, hogy esteledik, úgyhogy kicsit sietni kell. Azt hiszem, majd lehet később jobb fejszét szerezni. De nyugi, majd fogok tőletek kérdezni rengeteg mindent, addig nem kell segíteni. Lesz ebben a jel... Mivel, hogy azt se tudom, hogy a sztorival hogy kell haladni, azt hiszem talán a föld alá kell lemenni. És akkor úgy lehet haladni a sztorival. De majd nyugi, lesz lehetőség segíteni. Jó, és még kell egy, de elvileg kellett még erről lehújjon. Van öngyújtóm, ugye? Aha. Mindig világító öngyújtó, az itt segít nekünk. Az előző fából nem hagytam hátra ilyen darabokat. Hát, fene se látja. Jó. Így. Így. Ez az. Na, pont beesteledett. Egy kicsit váratunk, de akkor itt save game. Na, tessék, 2016-os a mentésem. Ez mekkora, hogy ezt megjegyezte a játék. Rámentünk a 2016-os mentésemre. Ez az. Kérdés, hogy elmenjek-e aludni már most, vagy ne. Nem tudom, majd meglátjuk. Még ezeket a köveket felszedem. Hát már úgyse látok semmit. Pedig amúgy beállítottam, hogy legyen világosabb. A sötétbe. Graphics, display, itt beállítottam. Vannak ilyen filterek a játékban, azt hiszem. Color grading. Warm, dense, epic, blockbuster, super, Texas. És akkor látjátok, így máshogy néz ki. Nem tudom, hogy melyiket érdemes használni.
Ez ilyen nagyon kékes. Hú, ez nagyon sötét. Ez ilyen régi filter. Texas. Texasi láncfűrészes. Hát csak ebben ez az első, itt egész jól lehetett látni a sötétbe. De lehet, hogy túl jól lehet látni. Epic. Mi volt az originál? Hát igen, nagyon sötét az originál. Modern. Ez egy fokkal világosabbnak tűnik, aha. Jó, majd meglátjuk. Mindenesetre húzzunk aludni. Nem tudok aludni, mert mentettem, srácok. Várjatok, a mentés az alvásnak számít. Igen, ott volt Bambi, miért nem tudok aludni? Ebben nem lehet aludni? Na most segíthettek, még nem tudsz aludni. Ja, hogy még várni kell az éjszakára? Ja, hogy azt jelenti a holdacska, aha. Hát meg kell várni, míg lemegy a nap. Jó. Na, értek én a videójátékhoz. Na jó, akkor amit craftolnunk kell, hogy nézzük, mit mond a játék. Jó, ezt már megcsináltam. Tüzet, de a tűz az vonzza őket, úgyhogy tüzet nem akarok még csinálni. Hanem van ilyen hússzárító cucc valahol. Drying rack, ez az. Erre így ki lehet rakni a húsokat, azt hiszem. Hogy ott száradjanak rajta. Ugye? Nincs már több izém, de tudok aludni. Nem, még mindig nem tudok aludni. Miért nincsen egy ágam? Nem vágtam szét elég ilyen kicsi fákat a idefele úton. Nincs elég fa az erdőbe. Látjátok? Ez borzasztó. Úgy. Mert ugye megrohadnak a kaják, azt hiszem. És akkor hogy tudom erre felrakni a kajákat? Na, azt fogalmam sincs. Hogy lehet erre fölaggatni a... Equip. Na jó, feküdjünk le aludni, majd reggel kitalálom. Ez az. Jó reggelt. Na, hogy kell a szárítóra fölrakni a húst, srácok? Vedd fel az inventoriba, és akkor lesz rá gomb. Csak a nagy húsokat tudod felrakni rá. Ja, hogy ezeket a kis húsokat nem? De mi, akkor ez megromlik, ha nem égetem meg? De szar. Na jó. Köszi, srácok. Piciket nem lehet. Aha. Semmi gond. Jó, éhes vagyok, megeszem a mars szeleteket. Meg megiszom a szódát. Na, ha jól emlékszem, akkor vizet gyűjteni az elején, aha, water collector, ebbe tudunk vizet gyűjteni. A kis vízgyűjtő. Mindenhol ferde a talaj. Tök mindegy. Ehhez kell 4 darab ág és egy teknős páncél. Azt nagyon kevesen tudják, akik nem ilyen profi túlélők, mint én, de segítek nektek. A teknősök, most figyelj, a vízben élnek, tehát víz mellett kell valahol teknős találjunk, tudom. Most nagyon meglepődtetek, de ez így igaz. Úgyhogy el kéne menjünk valahova a tengerhez, teknősöket keresni. És fogalmam sincs, hogy itt hol van teknős spawn point, de azt hiszem, hogy ez a folyó, ez valahol belefolyik a tengerbe, mint a legtöbb folyó. Most elmegyünk, azt megkeressük a teknősöket. Aztán majd mindjárt levadászom itt a nyulakat, meg mindent. Ezt nem tudom, hogy... Azért nem akarok beleugrani a vízbe. Mert azt tudom, hogy azt hiszem éjszaka, ha vizes leszek, akkor fázik a karakter? Vagy valami ilyesmi van. Szóval itt lehet, hogy az ágakat kéne szedjem. Aha, ott a nyílt víz. Azt tudom, hogy a jaktnál vannak teknősök, de oda nem feltétlen akarok visszamenni, hanem muszáj. Itt nem tudom, hogy random a tengernél vannak-e. De megnézzük. Ez nem egy OCD barát játék, ezt jól látjátok. Itt viszonylag szabad az építés. De megoldjuk. Most már van otthonunk, srácok. Egy kicsit fellélegezhetünk. A bázisomhoz nem akarok jelölőt rakni, mert látjátok, ott van a ház, azt jelöli. Úgyhogy oda nem akarok ilyen jelölőt rakni, ezt csak oda a repülőgéphez akartam mindenképp. Na, itt a tenger. Na most itt kéne észrevenni, hogy itt vannak-e teknősök. Nem tudom, hogy a vízbe be kell lemenni. Akkor lejöjj rólam a festék.
Hát nem úgy látom, hogy itt vannak teknősök. De ott, ott! Nézd meg, hát ide jött hozzám! Hát gyere! Ők kimásznak a vízből? Nem akarok vizes legyen. Gyert, ott nézd meg! Nem látta senki? Gyere ide! Hogy hívták azt a teknőst a Minimaxon, aki ilyen nagyon hülye volt? Franklin? Gyere, Franklin! És annyira sajnálom. Hát annyira sajnálom. Ez az. Hát, még lehet, hogy túlélte. Elraktam a fe... Ott a fe... Szia, Franklin! Gyere, te mostantól a legjobb barátom leszel. Ez az. Franklin a legjobb barátunk. Ez a ki lehet tenni a fejét valahova? Gyere, Franklin, megyünk haza. Te leszel a legjobb barátom. A páncélt fölvettem-e? Azt hiszem. Ott a teknős páncél, fölvettem. Gyere, Franklin. Megmutatom, hogy hol lakunk. Gyere. Ó, egy gyík. Remélem kígyó nincs a játékban, ugye, srácok? Ugye nincs kígyó a játékban. Kurvára nem akarok kígyót a játékba. Szia, nyuszi! Ez az. Hello? Ugye ezek nem támadnak, ezek a gyíkok, mert akkora, mint a... testem. Visszamenjé. Na, azért bassz meg. Jó. Megvan a teknős. És akkor megépítjük a vízgyűjtőt. Csak az a baj, hogy pont most esett az eső. Tehát, hogy... ez így kellemetlen lesz, hogyha... Jó. Ez az. Kész a vízgyűjtőnk. Na, hogy lehet ezt... ezt így eldobja? Ezt hogy lehet kitűzni, srácok? Nem lehet rárakni dolgokra? Ezt a trófeát? Valóban szeretném kiállítani Franklint. Vagy ehhez kell egy külön izé? Trófea tartó? Nem lehet csak úgy júzolni? Survival bookban van trófea tartó, azt mondjátok. Furniture. Várjatok. Head trophy, ez az? Várj, és ezt így rá tudom rakni a házamra? Nem? És mi a vízgyűjt? Várja, ott az előbb fehér volt. Ez nagyon fura. Na várjál, és... hogy tudom rá? Itt van Franklin! Újjászületett! Nagyon jó. Oké. Akkor ez megvan. Akkor most el kéne... C. Miért most mégiscsak ki tudom rakni a húsokat száradni? Remélem még nem rohadtak meg. A nyers hús meg tudom enni? Hogy tudom megenni? De nem ütni akarok vele, hanem enni. E. Hogy lehet megennie? Csak equippelni tudom. Az gyanítom, akkor nem az. Jó. 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 Nézzük már meg a cuccokat, amiket fölvettem. Ez volt a repülőgépen. Ez az utas lista. De ezeket berakja a könyvembe, nem? Valahol itt szoktak lenni a sztori cuccok, nem? Nem. Van egy rajzunk. Timitől. Meg van egy utas listánk. Jó, ez majd a sztori szempontjából gondolom fontos lesz. Madarakat tegyem inasba. Nálam van a spear. Még itt a gyors billentyűzést rá kéne jönnöm, hogy hogy kell gyors billentyűzni, sráca. Egyes. Hm.
nem sikerült. Valaki le tudja írni, hogy hogy tudom a gyors billentyűk? Use to assign quick select. Hogy tudom gyors billentyűre rakni a cuccokat? Azt hittem, hogy így kombinálni kell a dolgot. Egyes. Kombány. Ja, így, aha. Jó, ez lesz a kettes. Aha. Jó, nem. De várjál, így oda teszi a fejszét is. Remove. Nem, azt akarom, hogy átrakjam a fejszét a hármasról valahova máshova, de nem akar működni. Mert már össze van kraftolva vele. Jó, mindegy, akkor kettes a spearünk, hármas a izénk, lényegtelen. Oké, itt a tollakat lopom a madaraktól. Mentek egyet, az sose baj. Ja, cseréld le a fejszét valamire, aha.